Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Képviselőtestületünk ünnepi alakuló ülésének kezdetén kérem, énekeljük el közösen a himnuszt. Vörös Marti Mihály, Fótidal. Fölfelé megy borban a gyöngy. Jól teszi. Tőle senki e jogát el nem veszi. Törjön is mind ég felé az, ami gyöngy, hadd maradjon gyáva földön a göröngy. Testet éleszt és táplál a lakoma. De ami a lelket adja, az bora. Lélek és bor, két atyafi, gyermekek. Hol van a hal, mely dicső volt és remek? Végpohár közt édesebb a szerelem. Ami benne keserű van, elnyelem. Hé, galambom, szőke bimbom, mit nevetsz? Áldjon meg a három Isten, ha szeretsz. Érted, csillog-e pohárbor, érted, vív? Tele tűzzel, tele lánggal, mint a szív. Volna szívem felszökenne, mint a kút. Venni tőled vagy szerelmet, vagy búcsút. Hé, barátom, honfitársam, bort igyál. Víg, komor, vagy csüggeteg vagy, csak igyál. Borban a gond megbetegszik, él a kedv, nincs a földön gyógyerőre többi nedv. Borban a bú, mint a gyermek, aluszik. Magyar ember már búsult sok századig. Ideje, hogy ébredezzen valaha. Most kell neki felvidulni, vagy soha. Bort megissza magyar ember, jól teszi. Okkal, móddal, meg nem árthat a szeszi. Nagyot iszik a hazáért, s felsivít. Csak hogy egyszer tenne is már valamit. Na de se baj, másként leszen ezután. Szóval, tettel, majd segítünk a hazán. S az Isten úgy akarja, mint magunk, szennyet rajta és bitor bűnt nem hagyunk. Rajta, társa, hát igyunk egy huzamost. Bú, szerelmek, házi gondok, félre most. A legszentebb, legdicsőbbért most csak bort. De ha kellend, vérben adjunk gazdagtort. Ellenség, vagy áruló ki hontipor, meg ne élje, fogjon élte, mint e bor. Áldott földe szép hazánknak drága hon, meg ne éljen, fogjon élte, mint egy drága bor. S most hadd forjon minden csepp bor, mint a vér, melyet hajdan Frigyben ontott hétvezér. S mint szikrája a szabadba felsiet, úgy keresse óhajtásunk az eget. Legyen minden óhajtásunk szent ima, s férfi keblünk szent imáink temploma. És ürítsük a hazáért e pohárt,
egy pohár bor. A hazáért, meg nem árt. Érje áldás és szerencse mindenütt, ahol eddig véremésztő sebb feküdt. S arca, mely az ősi bútól halovány, felragyogjon, mint napfény vész után. Hű egyesség tartsa össze fiait, hogy leküzdje éjszak rémes árnyait. Kün hatalmas, benn virágzó és szabad. Biztonáljon sérthetetlen jog alatt. Svér, veríték, vagy halál az, mit kíván, áldozatként rakjuk azt le zsámolyán, hogy mondhassuk csend s viharban, szent hazánk, megfizettük mind, mivel csak tartozánk. Nagyon szépen köszönöm Horányi művész úr szavalatát. Tisztelettel köszöntöm Esztergom város önkormányzat képviselőtestületének alakuló ülésén megjelent képviselőket, vendégeinket. Külön köszöntöm Rétvári Bence urat, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkárát. Dr. Paskai László bíboros, nyugalmazott érsek urat, Esztergom város díszpolgárát. Dr. Kisigor László püspök urat, Esztergom díszpolgárát. Dr. Székely János püspök urat, Dr. Erdő Péter bíboros úr képviseletében. Dr. Völner Pál országgyűlési képviselő urat. Ján Orevec urat, Párkány polgármesterét, Esztergom díszpolgárát. Dr. Kanc Csaba kormánymegbízott urat, a Komárom-Esztergom megyei kormányhivatal képviseletében. Popovics György urat, Komárom-Esztergom megyei közgyűlés elnökét. És Horváth Szeder Gábor urat, az esztergomi járási hivatal vezetőjét. És végül, de nem utolsó sorban, dr. Dinyés József urat, a Helyi Választási Bizottság elnökét. Most pedig szeretném felkérni államtitkár urat, mondja el ünnepi beszédét. Köszönöm szépen, tisztelt polgármester asszony, püspök urak, képviselő, elnök úr, polgármester úr, hölgyeim és uraim! Nagyon köszönöm a meghívást, hogy itt lehetek. Úgy veszem észre, hogy az előző szép szavalathoz képest hozzám egy olyan kérés érkezett, egy józanabb beszédet mondjak, mert az előbb bor volt az asztalon, most pedig víz van. Ebben is jön fölfele a buborék, de másfajta hatást kell, mint a bor esetében. Pár gondolatot valóban örömmel mondok, hiszen egy nagyon jó új kezdet indul el itt Esztergomban reményeink szerint. Visszatalált az egység útjára Esztergom, visszatalált a fejlődés útjára Esztergom, és bízunk benne, hogy a következő 5 évben újra csak pozitív híreket hallhatunk erről a városról. Engedjék meg, hogy először itt most fizikailag térben, aztán pedig időben is egyet hátranézzek, egyet pedig előre. A mögöttünk levő kép egy keresztelést mutat, nagy valószínűséggel Szent Istvánra utalhat ez a kép, de lehet, hogy tévedek, majd püspök urak kijavítanak. De szerintem jó is, hogy igazából az alázatra és a szolgálatra emlékeztet minket ez a kép. Nem koronázás, nem diadal az a kép, amit önök látnak akkor, amikor polgármester asszony fölé tekintenek, hanem egy szolgálatnak a kezdete, egy olyasfajta időszaknak a kezdete, amikor valaki nem önmagát helyezi az életének a középpontjába, hanem valaki mást. Itt ezen a festményen, ezen a képen a transzcendens valóságot, a Jóisten szolgálatát, itt a földön, köztünk pedig polgármester asszony, az esztergomiaknak a szolgálatát. És ha magam mögé néztem, akkor most hagyd nézzek előre is, önökre. Egyszer volt szerencsém már itt püspök atya meghívására egy Beket Tamás esten itt jelen lenni, és akkor is nagyon sokan voltak ebben a teremben. Sokszor jártam én is különböző önkormányzati üléseken, akár ünnepélyes üléseken, akár munkaüléseken, de nagyon kevésszer jöttem ekkora tömegen keresztül akkor, amikor megérkeztem.
nagyon kevésszer láttam azt, hogy egy település polgárai ennyire együtt mozognának a település vezetőivel, ennyire fontosnak tartanák az önkormányzat működését, hogy itt legyenek és részt vegyenek ennek a szimbolikus kezdetnek az időpontjában. Talán ez köszönhető annak is, hogy az elmúlt időszaknak a viszonylag árnyékosabb fejleményei után itt az esztergomiak a saját kezükbe vették a döntést, a saját kezükbe vették a jövőjüket, és azt hiszem, hogy kevés polgármester lesz a következő 5 évben Magyarországon, akinek a választói annyira figyelni fogják a polgármester tevékenységét, és folyamatos beszámolót várnak tőle, mint itt Esztergomban, mert jól látjuk, hogyha valamikor eltávolodik egy város vezetése a város polgárainak szándékától, az semmi jóra nem vezethet, éppen ezért itt az esztergomiak a polgári cívis attitűdöt fölvéve a maguk kezébe vették a sorsuk irányítását, és így lett a Nemzeti Egység része most már Esztergom is. Egy olyan város, amely nyilvánvalóan a magyarság bástyája, nem képzelhető el a magyar történelem Esztergom nélkül, nagyon fontos része volt ez mindig is Magyarország különböző sorsfordító eseményeinek. Ha arra gondolunk, hogy itt született Szent István királyunk, aki az alaptörvény szerint is a keresztény Európa részeként hozta létre Magyarországot, és aztán a kereszténység nemzet megtartó erőként tartotta egyben az országot akkor is, amikor itt Balassi Bálint halt meg a vár dombjának oldalában a törökökkel vívott csata közepette. De fontos történelmi helyszín volt ez, hiszen a fővárosról nem is beszélhetünk, de Géza fejedelemtől kezdve egészen a tatárjárásig mégiscsak az ország ügyeinek többsége itt dőlt el, akár egyházi szinten, akár világi szinten, hiszen Géza tette állandó székhelyévé Esztergomot, a püspökök, érsekek, bíborosok, hercegprímások pedig mindig is innen viselték gondját a magyarországi katolikus egyháznak. Egyházi központként itt láthatjuk Magyarország legmagasabb épületét is, a bazilikában. A keresztény múzeum páratlan érték, páratlan kincs, európai szinten páratlan. Nagyon fontos az is, hogy a magyar szentek egyharmada mégiscsak életének egy szakaszát itt töltötte. Tehát ha a Pirisből átjövünk, itt az esztergomi dombok, vagy a domb mégiscsak szakrális középpontja is valamelyest Magyarországnak. És sokak számára ezen szakralitásokon kívül legalább ennyire kalandos és érdekes, hogy úgy tartják, hogy az unikum titkos receptjét is itt őrzik a prímási levéltárban. Sokak számára talán ezért is az ország központja ez a hely. De ugyanakkor nyilvánvalóan híd is volt Esztergom mindig a történelemben. Híd volt állam és egyház között, hiszen itt állami és egyházi vezetők egyaránt megfordultak, döntéseket hoztak. Híd volt, hiszen a folyó két partját összekötő Mária Valéria híd, 2002 előtt felépült Mária Valéria híd a két parton levő embereket köti össze. Híd nemzetiségek között, hiszen különféle nemzetiségek polgárai lakták és lakják Esztergomot és a környező településeket, és immáron közel 100 éve híd két ország között is. Esztergom maga és Esztergom történelme, tehát olyan, mint mi magyarok, minden erényünkkel és minden gyengeségünkkel együtt. Ahogy említettem, ha időben visszatekintünk az elmúlt esztendőkre, egy árnyékos szeglete volt sokszor az országnak Esztergom, sokszor sajnos a szó fizikai értelmében is, amikor egyes közszolgáltatások is leálltak, erről hallhattak azok, akik figyelik a híreket tömegközlekedésben, közvilágításban. Valamikor, amikor a politika tévútra téved, akkor a vezetők elkezdenek csak önmagukkal és egymással foglalkozni. Amikor elfelejtik azt, hogy a polgárok képviselete a legfőbb feladatuk, akkor ez mindig utána azt a közösséget romlásba taszíthatja. Egy irányba kell néznünk, és nem egymást kell nézzük, mert ha egymást nézzük, akkor egymás hibáit keressük, ha pedig egy irányba nézünk, akkor a közös célt keressük, azt a célt, amit minden esztergomi polgár kijelölt, bárkire is szavazott a választásokon, de Esztergom fejlesztését és közösségi formálását tűzte akkor ki célul. Ugyanakkor bár sok esetben a városvezetői a polgárokra elfeledkeztek, de az elmúlt 4 évben a kormány ezt nem tette, és nem is tehette meg, nem is akarta ezt megtenni. Amikor törvényt kellett módosítanunk azért, hogy az esztergomiak élete valamivel könnyebb legyen, ezt a parlament megtette, és azokat a szolgáltatásokat kormányzati szinten, a kormányhivatalon keresztül biztosította, amit itt a helyi közösség nem tudott megoldani. A szubszidiaritás elve alapján, hogyha valami helyben nem volt megoldható, a kormány igyekezett az esztergomi polgárok segítségére sietni. De 2014 és a következő esztendő, bízom benne, hogy az egység, egység ideje lesz Esztergomban, 2014 pedig az egység éve, amikor, ahogy mondtam, az esztergomiak saját kezükbe vették városuk irányítását. Bízunk benne, hogy ebben az egységben Esztergom és a kormány közösen fog azért munkálkodni,
hogy segély helyett mindenki munkából tudjon megélni. Hogy ennek a polgármesteri, ennek a kormányzati ciklusnak a végére ki-ki képességei szerint találjon munkát, akár a magánszférában, akár a startmunka állami rendszerében. Úgy gondoljuk, mindenkinek emberhez méltóbb élet, akár Esztergomban, akár máshol, hogyha munkából tud megélni, mint a segélyből nem jelent senkinek sem jövőképet a következő éveknek a tevékenysége, de a munka az igenis mindenkinek jövőt adhat, személyének és családjának is. Az állam éppen ezért ebben partnere Esztergomnak is, bármilyen programot indít, hiszen az jövő évi költségvetést is, ha önök megnézik, egy munkahely teremtésére háromszor annyit költünk, mint egy ember segélyezésére. Bízunk benne hosszú távon, mindenkinek ez lesz a jobb. A következő évek fontos feladata az oktatás átalakításának a továbbvitele, hogy versenyképes tudást, használható tudást kapjon mindenki a köznevelés, a szakképzés és a felsőoktatás rendszerében. Fontos továbbvinnünk a teljes nemzet egységében és szövetségében az arányos közterviselésnek a további megvédését. Ennek a legfontosabb része jövőre a bankok elszámoltatása, ami biztos vagyok benne, hogy sok esztergomi számára is fellélegzést jelent az eddigi szorításból, abból az időszakból, amikor a tisztességtelenség alapján a bankok jóval több pénzt vettek el az emberektől, mint ami igazságosan járt volna nekik. Bízom benne, hogy az, hogy most már a bíróságok úgy ítélik meg a bankokat, hogy tisztességes feltételeket tettek-e vagy sem, ez más szempontból is új korszakot jelent, hiszen a korábbiakban azt mondták sokan, hogy örüljenek, hogyha valaki a bíróságon jogszolgáltatást talál, igazságszolgáltatásban ne is reménykedjen. Most viszont igazságszolgáltatás van, amikor a tisztesség követelményét állítják szembe a bankok feltételeivel. Fontos az esztergomiak és a magyarok számára is a magyar családok bővülése és a magyar családok támogatása. Csak akkor tudunk, akár munkahelyteremtésben, akár családtámogatásban, akár oktatás vagy a közterviselés terén igazi eredményeket elérni, ha egység van a városok, egység van a megyék, egység van a kormányzat szándékai között. Biztos vagyok benne, hogy sok olyan program indul a következő 5 évben itt is, amelyik a családok számára teszi kicsit könnyebbé, kicsit jobbá, kicsit barátságosabbá az életet itt Esztergomban is. A kormány támogatása ezen a téren sem fog elmaradni, sem itt, sem máshol. És ami szintén nagyon fontos, és amiben Esztergom 10-15 évig mindig pozitív hír volt az ország közénye előtt, a következő évtől, pontosan ettől az évtől 2014-15-től kezdve elindul Magyarország történetileg legnagyobb gazdaságfejlesztési programja. Ennél több pénzt, ennél több támogatást Magyarországon vállalkozások még nem kaptak, mint amit az idei évtől kezdődő 7 éves ciklusban kapnak. Míg korábban körülbelül az Európai Uniós források 17%-a fordítódott gazdaságfejlesztésre, most 60%-a fordítódik erre. Soha nem látott lehetőséget kapnak az esztergomi vállalkozások is, hogy azt a szép felívelő pályát folytassák, amit egyszer már elkezdtek a rendszerváltás után. De mindehhez szükség van egy jó vezetőre. Itt is, Esztergomban is. Nagyon örülök, hogy a mi pártcsaládunknak sikerült egy olyan jelöltet meggyőznie, egy olyan jelöltet felkérnie a jelöltségre, aki utána az esztergomiak bizalmát is elnyerte. Gratulálok neki, mert az, amit ő itt elért a választások során, az a bizalom, amit megelőlegeztek ismételten neki is a választók, illetve a Fidesz-KDNP képviselőtjeinek, az igencsak magas mércét állít elénk, és az, hogy önök ilyen sokan vannak itt, és ennyire figyelnek erre, azt hiszem, hogy a következőkben is ezt a mércét továbbra is magasan fogja tartani. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy a legalkalmasabb jelölt került ebbe a polgármesteri székbe, hiszen járási hivatalvezető helyettesként megszerezte azt a közigazgatási tapasztalatot, amire egy város irányításához szükség van. Családilag el sem lehetne szakítani Esztergomtól, el sem lehetne szakítani attól a keresztény nemzeti családtól, tábortól, amihez ő is tartozik. Az, hogyha valakinek már a nagyapja is templom alapító és templom építő, az azt jelenti, hogy hosszú távra tervez, erős alapokra épít. Az, hogy valaki már a szakdolgozatát is Esztergomból írja, az azt jelenti, hogy ezzel a várossal teljesen együtt él, és ezt a várost akarja megismerni és szolgálni minél jobban.
Az, hogy valaki karitatív tevékenységekben emelkedik ki, az, hogy valaki az ország egyik legfontosabb feladatával, a cigánypasztorációval, a cigánymisszióval foglalkozik, az azt jelenti, hogy pontosan látja és érzi, hogy mire van szükség, és nem uralkodni akar, hanem szolgálni. Nem azért akar polgármester lenni, hogy hatalmat szerezzen, hanem azért lett polgármester, mert kiérdemelte a korábbi szolgálataival, amit a legelesettebbek, legnehezebb helyzetben levők javára tett. És az, hogy valaki négyszer megjárta az El Caminót, az pedig azt jelenti, hogy egy igencsak szilárd értékrendű és igencsak kitartó vezetője lesz Esztergomnak a következő években. Kitartás, odaadás, kompromisszumok nélkül, vagy adott esetben az adott cél érdekében kompromisszumok kötése közötti jó aránynak a megtalálása, az egy nagyon fontos emberi tulajdonság. És egy ilyesfajta erőpróbának, erőtételnek a megtétele, az azt jelenti, hogy a személy tekintetében is jól választottak az esztergomiak, hiszen egy olyan személyt találtak, aki önmagát le tudta győzni négyszer, a fizikai korlátait le tudta győzni négyszer. Ez nem azt jelenti, hogy választási győzelmet kívánok neki négyszer, mert annyiszor kívánok majd, amennyiszer a Jóisten ezt a kegyelmet neki megadja, és a választópolgárok ezt a bizalmat megadják, de az biztos, hogy bebizonyította, hogy kitartó és érték alapon álló vezetője lesz ennek a városnak. Örülök, hogy közös politikai csáthoz tartozva ilyen nagy felhatalmazással tudja elkezdeni a következő év munkáját. Kívánok hozzá sok bizalmat a választóktól, sok kegyelmet a Jóistentől, és sok sikert a mindennapi munkában. Mindannyiunk nevében tisztelettel köszönöm államtitkár úr szavait. Szívem szerint állva vezetném a testületi ülést az önök iránti tiszteletből, de a munkatársaim azt mondták, hogy mivel ez egy képviselő testületi ülés, nekem le kell ülnöm, úgyhogy ezt a hagyományt én akkor most fegyelmezettel tudomásul veszem. Tisztelt képviselő testület! Megállapítom, hogy az ülés törvényesen került összehívásra. A meghívót a képviselők az ülés előtt megkapták. Jelen vagyok, és jelen van 14 képviselő, így az ülésünk határozatképes. A kiküldött meghívókhoz képest volna egy kiegészítésem. A polgármesteri eskü után a negyedik napirendi pontként javaslom napirendre tűzni a polgármester illetményének és költségtérítésének megerősítése című napirendet dr. Sarkanty Lajos Adrián aljegyző úr előterjesztésében. Kérdezem, hogy a fenti kiegészítésemen kívül van-e a tisztelt képviselők közül valakinek további javaslata, esetleg módosító indítványa? Ezek után szavazásra bocsátom az ülés napirendjét, felkérem aljegyző urat a szavazatok összeszámolására. Kérem, aki elfogadja a napirendi pontokat, kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy az ülés napirendjét a képviselőtestület egyhangulag elfogadta. Most pedig rátérnénk az első napirendi pontra. Az első napirendi pont keretében felkérem dr. Dinnyes József urat, a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy ismertesse az önkormányzati választások eredményét. Tisztelt polgármester asszony, tisztelt képviselőtestület, kedves vendégek! Engedjék meg, hogy röviden tájékoztassam önöket a Helyi Választási Bizottság elmúlt két hónapban végzett munkájáról, valamint 2014. október 12-i önkormányzati képviselők, polgármester választás, valamint a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának eredményéről. A Helyi Választási Bizottság alakulülése 2014. augusztus 28-án történt, melynek napirendjén az elnök és az elnök helyettes megválasztása mellett már polgármester jelölt és önkormányzati képviselőjelöltek nyilvántartásba vétele is szerepelt. Ezt követően szeptember 8-áig a Helyi Választási Bizottság egyik legfontosabb feladatát képezte, a jelölő szervezetek, a jelöltek szeptember 9-ig pedig a kompenzációs listák nyilvántartásba vétele.
A jelöltállítás időszakát követően a szavazólapok bizottsági jóvágyására került sor. A választási törvény alapelveinek rendelkezéseinek megsértésére hivatkozva összesen 25 kifogás is érkezett magánszemélyektől, jelölőszervezetektől, jelöltektől, mely beadványokat a helyi választási bizottság a jogszabályban előírt időn belül megtárgyalta és döntést hozott. A helyi választási bizottság működése során összesen 171 határozatot hozott. Ezúton szeretném megköszönni a helyi választási iroda vezetőjének és minden tagjának a választás előkészítésében és lebonyolításában végzett munkáját. A helyi választási bizottság október 12-én megállapította a polgármester választás, az egyéni választókerületi képviselőválasztás, valamint a települési nemzetiségi önkormányzat képviselőválasztás eredményét. Ezen eredmények jogerőssé válását követően a helyi választási bizottság utolsó ülésén 2014. október 22-én döntött a kompenzációs listás mandátumok kiosztásáról. A kompenzációs listás mandátumok kiosztásáról szóló döntésünk 2014. november 3-án vált jogerőssé. Most ismertetem a választás eredményét. Esztergomban a polgármester választás eredményes volt, a szavazás befejezésekor a választói névjegyzékben 23.733 fő választópolgár szerepelt, melyből 11.863 fő élt választó jogával. Az urnákban 11.859 szavazólapot helyeztek el, melyek 98,96%-a érvényes volt. Esztergom város polgármestere Romanek Etelka Fidesz-KDNP közös jelöltje lett, aki érvényes szavazatoknak a 46,87%-át szerezte meg, összesen 5501 szavazatot. A helyi választási bizottság 2014. október 22-i ülésén Romanek Etelka polgármesterasszonynak átadta a polgármesteri megbízó levelét. A képviselőválasztás eredménye a következőként alakult. Esztergom város önkormányzata képviselőtestetének létszáma 14 fő, melyből 10 képviselő az egyéni választókerületekben közvetlenül a választópolgárok szavazat alapján jutott mandátumhoz. További 4 képviselő pedig a kompenzációs listáról szerzett mandátumot. A 10 egyéni választókerületben a következő képviselőjelöltek jutottak mandátumhoz. Az egyes kerületben Erős Gábor, Fidesz-KDNP, 2-es Sasvári Viktor, Fidesz-KDNP, 3-as Dr. Alberti Péter, Fidesz-KDNP, 4-es Bánhidi László, Fidesz-KDNP, 5-ös Meszes Balázs, Fidesz-KDNP, 6-os Tordainé Vida Katalin, Fidesz-KDNP, 7-es Dr. Szerencsés Gergely István, Fidesz-KDNP, 8-as Ek András, Fidesz-KDNP, 9-es Tóth Tamás Béla, Fidesz-KDNP, és a 10. kerületben pedig Szolka Lajos, Fidesz-KDNP. A kompenzációs listáról a következő jelöltek jutottak mandátumhoz. Juhász István József, Vállalkozók pártja, Nyíri Attila, Haladó Esztergomért Egyesület, Víg László, Lehet más a politika, és Támosz Andrea, Jobbik Magyarországért Mozgalom. Az önkormányzati választással egy időben Esztergomban lengyel, német, róma, szlovák települési nemzetiségi önkormányzati választásra is sor került. A választás mind a 4 nemzetiség esetében eredményes volt, a szavazás eredményeként a következő jelöltek jutottak mandátumhoz. A települési lengyel nemzetiségi önkormányzat tagja lett Horváth Mihályné, Bajerné Júa Ursula Margozáta, valamint Kassai Zenomona. A 3 képviselőt a magyarországi Bem József Lengyel Kulturális Egyesület jelölte. A települési német nemzetiségi önkormányzat tagja lett Dr. Árkosi Ottóné, Kertai Mihály és Mezős Mihály. A 3 képviselő a Komárom-Esztergom megyei német nemzetiségi önkormányzatok szövetsége jelölte. A települési roma nemzetiségi önkormányzat tagja lett Gómán János, Mandl Ibolya és Sztojka Lajos. A 3 képviselőt a Lungodrom Országos Cigány Érdekvédelmi Polgári Szövetség jelölte. A települési szlovák nemzetiségi önkormányzat tagja lett Horváth Mihályné, Újpesti Rita és Szabó János. A 3 képviselőt a Magyarországi Szlovákok Szövetsége közhasznú szervezet jelölte. Tájékoztatom a tisztelt képviselőtestületet, hogy a települési nemzetiség önkormányzatok 2014. október 22-én megtartották alakulősüket, mely megválasztott képviselők esküdtettek,
Átadta megbízó levelüket, és saját tagjai közül elnököt és elnökhelyettest választottak. Tisztelt polgármester asszony, tisztelt képviselőtestület, a hívválasztási bizottság tagjai és magam nevében is kívánom, hogy az elkövetkezendő 5 évben mindannyiunk megelégedésére sikeresen szolgálják Esztergom város fejlődését. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Nagyon szépen köszönöm dr. Dinnyés József helyi választási bizottság elnökének tájékoztatását. Most pedig rátérünk a második napirendi pontra. A második napirendi pontban a képviselők esküjére és megbízó leveleinek átadására kerül sor. Kérem a tisztelt képviselőket, hogy közösen tegyék le az esküjüket a helyi választási bizottság elnöke előtt. Felkérem a megjelenteket, szíveskedjenek az eskütételhez felállni. Kérem a aljegyző urat, hogy olvassa az eskü szövegét. Kérem a képviselőket, hogy az én után mondják nevüket, és utána pedig mondják az eskü szövegét. Én becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom, és másokkal is megtartatom. Képviselői tisztségemből eredő feladataimat Esztergom fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segéljen. Köszönöm szépen. Köszönöm, kérem, foglaljanak helyet. Kérem a tisztelt képviselőket, hogy nevük felolvasásakor fáradjanak ki a mellettünk levő asztalhoz, és írják alá esküjük magjukat, és vegyék át megbízó levelüket, majd foglaljanak el ismét helyet. Felkérem a helyi választási bizottság elnökét, hogy adja át a megbízó leveleket. Aljegyző urat pedig kérem, hogy egyenként szólítsa a képviselőket. Felkérem dr. Alberti Péter képviselő urat, hogy megbízó levelét vegye át elnök úrtól. Felkérem Bánhidai László képviselő urat, hogy megbízó levelét vegye át elnök úrtól. Felkérem Eck András képviselő urat, hogy megbízó levelét vegye át elnök úrtól. Felkérem Erős Gábor képviselő urat, hogy megbízó levelét vegye át elnök úrtól. Felkérem Juhász István József képviselő urat, hogy megbízó levelét vegye át elnök úrtól.
Felkérem Meszes Balázs képviselő urat, hogy megbízó levelét vegye át elnök úrtól. Felkérem Nyíri Attila képviselő urat, hogy megbízó levelét vegye át elnök úrtól. Felkérem Sasvári Viktor képviselő urat, hogy megbízó levelét vegye át elnök úrtól. Felkérem Stámusz Andrea képviselő asszonyt, hogy megbízó levelét vegye át elnök úrtól. Felkérem dr. Szerencsés Gergely István képviselő urat, hogy megbízó levelét vegye át elnök úrtól. Felkérem Sztojka Lajos képviselő urat, hogy megbízó levelét vegye át elnök úrtól. Felkérem Tordainé Vida Katalin képviselőasszonyt, hogy megbízó levelét vegye át elnök úrtól. Felkérem Tóth Tamás Béla képviselő urat, hogy megbízó levelét vegye át elnök úrtól. És felkérem Víg László képviselő urat, hogy megbízó levelét vegye át elnök úrtól. Köszönjük szépen, most pedig rátérünk a harmadik napirendi pontra. Ünnepélésünk következő napirendi pontjaként leteszem a polgári esküvőt a képviselőtestület előtt. Felkérem a megjelenteket, álljanak fel az eskütételhez. Kérem aljegyző urat, hogy olvassa az esküszövegét. Én, Romane Ketelka. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom. Hogy Magyarországhoz. És annak alaptörvényéhez hű leszek. És annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom. Jogszabályait megtartom. És másokkal is megtartatom. És másokkal is megtartatom. Polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat. Polgármesteri tisztségeimből eredő feladataimat. Esztergom fejlődésének előmozdítása érdekében. Esztergom fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segéljen. Isten engem úgy segéljen. Gratulálok, polgármester asszony.
Kérem, foglaljanak helyet. Most pedig az esküvőokmány aláírása következik. Köszönöm szépen. Tisztelt államtitkár úr, kedves vendégeink! Esztergom első helyen áll a nagy magyar múltat hirdető történelmi városok sorában. Esztergom említése nélkül nem lehet Magyarország történelméről beszélni. Ez a mi örökségünk, amelyhez méltónak kell lennünk, feladatunk pedig, hogy ne csak nemzetünk múltjáról, hanem jelenéről és jövőjéről se lehessen beszélni Esztergom nélkül. Tisztelt képviselők! Önök velem együtt ma arra tettek esküt, hogy a város szolgálják. Ez az eskü jusson eszükbe minden egyes alkalommal, amikor döntést hoznak. Minden egyes alkalommal, amikor bármely a várost érintő kérdésben állást kell foglalnunk, mert döntéseinknek súlya van. Nem 5 évre szóló, hanem azon akár évtizedekkel túlmutató súlya, amelyért felelősséggel tartozunk, nem csak a választópolgárok, hanem a saját lelkiismeretünk felé is. Esztergom sorsát befolyásoló döntések ezek, amelyek csak akkor hozhatók meg, ha biztos szakmai alapokon nyugszanak. Az elmúlt évek sok megpróbáltatást hoztak a városnak, leálló közszolgáltatások, elmaradt fejlesztések, kifizetetlen számlák. A város talpra állításához mindenekelőtt az szükséges, hogy pontos leltárt, ha úgy tetszik, diagnózist készítsünk a város korán sem egyszerű helyzetéről. Úgy vélem, hogy az esztergomiaknak jogukban van tudni, hogy milyen is Esztergom város állapota. Számba kell vennünk az elmúlt évek mulasztásait, hibáit, kudarcait, hogy tudjuk pontosan, mit kell megjavítani, mik a valós lehetőségek az előttünk álló években. Erről a számvetésről minél előbb szeretnék minden esztergomi polgárt tájékoztatni. Esztergom cselekvést követel, és pedig most, azonnal. A lehető legjobb, szakterületüket és a helyi adottságokat ismerő szakemberekre van szükség, akik minden befolyástól mentesen, csak az ellátandó, elvégzendő feladatra koncentrálva megteremtik azt a hátteret, amely alapján felelős döntéseket hozhatunk. Még az önkormányzati választások előtt, valamikor szeptemberben leszögeztem, hogy függetlenül attól, hogy milyen eredmény születik Esztergomba október 12-én, nekünk, itt élőknek közös feladatunk lesz újjáépíteni szeretett városunkat. Most a választások eredményét ismerve önöknek, Esztergom város képviselőinek ugyanezt tudom mondani. Nekünk, mindannyiunknak egy feladatunk van, közösen tenni Esztergomért. Közösen tenni, mégpedig úgy, ahogy erre a választópolgároknak ígéretet tettem. A jogszabályokhoz hűen, Esztergom érdekében, a közjó iránt elkötelezetten, a döntések és cselekedetek súlyának tudatában felelősen, szakszerűen, a ránk bízott erőforrásokkal hatékonyan, tisztességesen, méltósággal, az érintettek jogait védve előítélektől mentesen, és az esztergomiak számára átláthatóan, velük együttműködve, tisztességgel, lelkiismerettel, és példamutatóan kívánjuk szolgálni a várost. Békességet, nyugalmat, tervezhető és kiegyensúlyozott hétköznapokat ígértünk, és a város újra működni és fejlődni fog. Kiszámítható, hatékony szolgáltató szerepe lesz az önkormányzatnak, melyet a széleskörű társadalmi egyeztetés, a közpénzek megfelelő felhasználása,
és a helyi demokrácia további erősödése fog jellemezni a jövőben. Tisztelt képviselők, kedves vendégeink! Még egyszer szeretném megköszönni a választók bizalmát. Köszönöm édesanyámnak és fiamnak, hogy létezésükkel erőt adtak ehhez a kihíváshoz. Köszönöm a képviselőknek, barátaimnak a segítségét, munkáját, bátorítását. Azoknak a választópolgároknak, akiknek a támogatását még csak ezután kell elnyernem, azt üzenem, az önök szavazatát ugyan nem kaptam meg, de a hangjukat hallom. Esztergom érdekében szükségem van az önök segítségére is, és az önök polgármestere is kívánok lenni. A mai ünnepi testületi ülést a munka jegyében zajló hétköznapok követik majd, melynek során azonban soha nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy milyen felelősséggel ruháztak fel minket, ezer éves városunk polgárai. Mindszenti József bíboros közel 70 esztendeje innen egy karnyújtásnyira a következőképpen beszélt erről. Esztergom, szenteket nevelő, szenteket tökéletesítő, drága magyar föld. Ez Esztergomnak a lelkisége, semmi más. Valahányszor sokan vagy kevesen járnak ide, mindannyiszor a megszentelt magyar történelmi múlt szent levegőjét szívják, és nincs magyar város, ami annyi szentet adott, nevelt volna a magyarnak, a nemzetnek, és a dicsőséges egyháznak és az örökkévalóságnak, mint Esztergom. Esztergom városának a lelkisége tiltakozik minden földhöz tapadás, minden anyagelvűség, minden zavaros lelkület és minden epigon lelki alkat ellen. A mi tekintetünk odafűződik, odacsünk a magyar történelem gyönyörű csarnokára, és ott van az esztergomi szent torony körül. Tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők! Ahhoz, hogy Esztergom végre működjön, hogy elfoglalhassa történelmihez méltó helyét a magyar városok sorában, mindannyiunk önfeláldozó, lelkiismeretes munkájára van szükség. A belém helyezett bizalmat olyan bátorsággal és olyan odaadással viszonzom, amilyet ezek az idők megkövetelnek tőlem, és ez a legkevesebb, amit most tehetek. Az előttünk álló fáradtságos napokat az egységbe vetett hittel várjuk, egyértelműen támaszkodva az ősi és sokat jelentő erkölcsi értékekre, és az az őszintesség lehet a jutalmunk, és az őszinte elégedettség, amit Esztergom lakossága érezhet majd ezután. Ehhez, a nagy erőpróbához alázattal kérjük Isten áldását. Köszönöm szépen! Most pedig rátérnénk a negyedik napirendi pontra. Tisztelt képviselőtestület, kedves vendégeink, alakulőülésünk következő napirendi pontja a polgármester illetményének és költségtérítésének megerősítése. Felkérem aljegyző urat, hogy ismertesse az előterjesztést. Tisztelt polgármester asszony, tisztelt képviselőtestület! Magyarország helyi önkormányzatáról szóló 2011 évi 189-es törvény 71. paragrafusa szabályozza a polgármester illetményét, illetve költségtérítésének az összegét, így ennek megállapításával a kapcsolatban a képviselőtestületnek külön mérlegelési jogköre nincsen. Azonban polgármester asszony szükségesnek tartja azt, hogy a képviselőtestület egy határozatában megerősítse, hogy a polgármester az említett törvény 71 szakasz 4 bekezdés D pontja, illetve 71 szakasz 6 bekezdés alapján mekkora összegű illetményre, illetve költségtérítésre jogosult. Tájékoztatom a tisztelt képviselőtestületet, hogy a MŐTV 71 paragrafus 4 bekezdése alapján tekintettel arra, hogy Esztergom lakosság száma 10.001 és 30.000-es lakosság szám alá esik.
ezért a polgármester illetménye 523.500 forintot jelent, illetve ennek a 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. A fentiek alapján én kérem, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el a tisztelt képviselőtestület. Esztergomváros önkormányzatának képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatáról szóló 2011 évi 189-es törvény 71 szakasz 4 bekezdés D pontja alapján megerősíti, hogy a polgármester illetménye havi 523.500 forint, valamint a MőTV 71 szakasz 6 bekezdése alapján havi 78.525 forint összegű költségtérítésre jogosult. Kérem polgármester asszonyt, hogy szavazásra tegye fel a határozati javaslatomat. Köszönöm szépen. Kérdezem a tisztelt képviselőket, hogy kíván-e valaki hozzászólni, van-e valakinek módosító indítványa? Nincs. Nincs? Akkor szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Felkérem aljegyző urat a szavazatok összeszámlálására. Kérem önöket, aki elfogadja, kézfertartással jelezze. Bejelentem, hogy egy tartózkodás van. Tehát megalapítom, hogy 14 szavazattal és egy tartózkodással a képviselőtestület ezt a határozati javaslatot elfogadta. Most pedig rátérünk az 5. napi rendi pontra. Tisztelt képviselőtestület, kedves vendégeink! Alakuló ülésünk következő napi rendi pontja a szavazatszámláló bizottság megválasztása. A képviselőtestület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2004 4.29 önkormányzati rendeletünk értelmében a képviselőtestület a titkos szavazások technikai lebonyolítására, valamint az eredmények megállapítása érdekében az alakuló ülésen szavazatszámláló bizottságot választ. A szavazatszámláló bizottság létrehozására és tagjainak megválasztására azért van szükség, mert a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi 189-es törvény 43. paragrafus 3-as bekezdése szerint a képviselőtestület az alakuló vagy az azt követő ülésen a polgármester előterjesztése alapján megválasztja az alpolgármestert, alpolgármestereket, és így a rendelet 38. paragrafusa szerint pedig a képviselőtestület saját tagjai sorából polgármester javaslatára, titkos szavazással, a polgármester munkájának segítésére egy főállású alpolgármestert választ, és további két alpolgármestert választhat. Javaslom, hogy a szavazatszámláló bizottság elnökének, Messzes Balázs képviselő urat, tagjainak Stámusz Andrea képviselőasszonyt, és Erős Gábor képviselő urat válassza meg a képviselőtestület. Fentiek alapján kérem a tisztelt képviselőtestületet, hogy fogadja el a következő határozati javaslatot. Esztergomváros önkormányzatának képviselőtestülete a képviselőtestület és szervei szervezeti működési szabályzatáról szóló 18/2004 4.29 önkormányzati rendelet 5. paragrafus 4-es bekezdése alapján a titkos szavazás lebonyolítása és az eredmények megállapítása érdekében tagjai közül 3 főből álló szavazatszámláló bizottságot hoz létre. A szavazatszámláló bizottság tagjai Messzes Balázs képviselő, a bizottság elnöke, Stámusz Andrea képviselőhölgy, a bizottság tagja, Erős Gábor képviselő, a bizottság tagja. Kérdezem a képviselőket, hogy kíván-e valaki hozzászólni, vagy van-e önöknek módosító indítványa. Köszönöm. Szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Felkérem aljegyző urat a szavazatok összeszámolására. Kérem, aki elfogadja, kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy a határozatot a képviselőtestület egyhangulag elfogadta. Elnézést kérek. Megállapítom, hogy a határozati javaslatot a képviselőtestület 14 szavazattal és egy tartózkodással elfogadta.
És most rátérünk a hatodik napirendi pontra. A mai ülésünk meghívójában szereplő hatodik és egyben utolsó napirendi pont az alpolgármester megválasztása és tiszteletdíjának megalapítása. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi 189-es törvény 74. paragrafusa szerint a képviselőtestület a polgármester javaslatára titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy alpolgármestert választ, illetve több alpolgármestert választhat. A képviselőtestület legalább egy alpolgármestert saját tagjai közül választ meg. A polgármester hatáskörébe utalt önkormányzati és államigazgatási feladatok ellátása érdekében javaslom, hogy Esztergom város önkormányzatának képviselőtestülete egy társadalmi megbízatású alpolgármestert válasszon a mandátumot szerzett képviselők tagjai közül. Polgármesteri munkám segítésére társadalmi megbízatású alpolgármesternek Bánhidi László képviselő úr megválasztását javaslom. Az alpolgármestert titkos szavazással kell megválasztanunk. A választást az elnökség melletti asztalnál bonyolítjuk le. Kérem a szavazatszámláló bizottságot, hogy kezdje meg munkáját. A képviselőket pedig arra kérem, hogy egyenként adják le szavazatukat. A szavazatok leadásának és összeszámolásának idejére 5 perc szünetet rendelek el. Köszönöm. Kedves vendégeink! Felkérem Meszes Balázs képviselő urat, a szavazatszámláló bizottság elnökét, a szavazás eredményének ismertetésére. Tisztelt ünnepi közgyűlés! A szavazat számláló bizottság elvégezte munkáját, 15 szavazó volt, a 15-ből 12 érvényes szavazattal Bánhidi Lászlót jelöltük alpolgármesternek. A titkos szavazás eredménye alapján akkor ismertetem az előszóló elfogadott határozatot. Esztergom város önkormányzatának képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi 189-es törvény 74. paragrafus 1-es bekezdése alapján úgy dönt, hogy a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére Bánhidi László képviselő társadalmi megbízatású alpolgármesteré választja 2014. november 5. napjával. Gratulálok Bánhidi László képviselő úrnak alpolgármesterre történő választásához, és megkérem, foglalja el helyét az elnöki asztalnál. A jogszabályi előírások szerint az alpolgármesteré megválasztott képviselőnek alpolgármesteri esküt kell tennie. Kérem alpolgármester urat, szíveskedjék az esküt letenni, és utána szíveskedjék aláírni az esküokmányt. Felkérem az aljegyző urat, hogy olvassa fel az eskü szövegét. Felkérem önöket, szíveskedjenek felállni. Kérem, hogy mondja utánam. Én. Én Bánhidi László. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom. Hogy Magyarországhoz. Hogy Magyarországhoz. És annak alaptörvényéhez hű leszek. És annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom. Jogszabályait megtartom. És másokkal is megtartatom. Másokkal is megtartatom. Alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat. Alpolgármesteri tisztségemből eredő feladatokat. Esztergom fejlődésének előmozdítása érdekében. Esztergom fejlődésének előmozdítása érdekében. Lelkiismeretesen teljesítem. Lelkiismeretesen teljesítem. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Tisztségemet a magyar
magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segéljen. Isten engem úgy segéljen. Gratulálok, alpolgármester úr. Képviselőtestület alakuló ülésén a törvény kötelezően eléri a megválasztott társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának a megalapítását. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi 189-es törvény 80. paragrafus második bekezdése szerint a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselőtestület a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 70-90%-a közötti összegben állapítja meg. Ez 10-10.001, 30.000 lakosság szám esetén 261.800 forint. A leírtakra tekintettel Bánhidi László, mint társadalmi megbízatású alpolgármesternek, társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 90%-ában, 235.620 forint összegben javaslom megalapítani a tiszteletdíját. Az önkormányzati törvény 80. paragrafus 3-as bekezdése kimondja, hogy a társadalmi megbízatású alpolgármester havonta a tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítése jogosult. Kérem a tisztelt képviselőtestületet, hogy az önkormányzati törvény 80. paragrafus 3-as bekezdése alapján erősítse meg Bánhidi László alpolgármester költségtérítését, melynek havi összege 35.343 forint. Kérem, hogy ezzel a megerősítéssel kiegészítve fogadják el a következő határozati javaslatot. Esztergom város önkormányzatának képviselő testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 189-es törvény 80. paragrafus 2-es bekezdése alapján Bánhidi László alpolgármester havi tiszteletdíját 235.620 forint összegben állapítja meg, továbbá megerősíti, hogy az önkormányzati törvény 80. paragrafus 3-as bekezdése alapján havonta tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű, azaz 35.343 forint költségtérítése jogosult. Ezután szavazásra bocsátom a határozati javaslatot, felkérem aljegyző urat a szavazatok összeszámolására. Kérem, aki elfogadja, kézfeltartással jelezze. Tartózkodás? Egy tartózkodás. Tartózkodás? Három. Három tartózkodás. Ellenszavazat nincs. Ellenszavazat, tegyük fel, hogy ellenszavazat. Ellenszavazat. Megállapítom, hogy a határozatot a képviselőtestület 12 igen szavazattal és 3 tartózkodással elfogadta. Tisztelt képviselőtestület, ünnepi alakuló ülésünket ezennel bezárom. Kérem, hogy ünnepi ülésünk befejezéseképp énekeljük el közösen a szózatot. Utána pedig szívesen látom önöket egy pezsgős kocintásra.